Elfogadtad már komoly meglet emberként, hogy kaptál egy gúny a baloldali sajtótól, most már te Bencsik Bubu vagy? Hát nem találkoztam még vele, de nem idegesít különösebben, majd leszoknak rólam, Igen. Ez fáj nekik, nagyon fájt nekik ez a dolog. Nyilvánvalóan megpróbálják visszafordítani. Tehát nem, tart egy darabig, aztán lefordulnak róla, nem érdekel. Aki, aki a médiában élesebb véleményt mond, annak ezzel számolnia kell. Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője és a Hír TV sajtóklub című műsorának állandó szereplője a mai Bezzeg Vendégek, Köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat, Lentulai Krisztián vagyok. Ezzel azt is elárultad, hogy a saját buborékodban élve nem nézed a balliberális tévéműsorokat és podcasteket, mert ezek ott jöttek elő, akkor ez lesz a következő vád ellenet, hogy nem vagy nyitott a belikád túloldalán lévő kollégák Igen. munkájára. Nem, nem vagyok nyitott, abszolút nem érdekelnek ezek, a, ezek az idióták, és azt tudom mondani, hogy persze megnézem a híreket, tehát a hírportálokat, megnézem a balliberálisokat is, nem, mintha fontos volna, hanem egész egyszer ez egy szakmai előírás, hogy célszerű minden, minden oldalát megvizsgálni egy -e jelenségnek, ők hogyan értékelik, hogyan interpretálják a mi oldalunk hogyan, de a, ezeknek a, a széplelkeknek a véleménye a különböző podcastek és egyébek a legcsekébb mértékben sem érdekelnek, nagyon jól értem magam nélkülük, nem hiányoznak. Ö, nincs kifejezett szándékom ezzel, és Hamar túl is léphetünk majd a témán, de még egy pici részletet engedjél meg azzal kapcsolatban, hogy az én értelmezésem ö, újságíróként mi ezzel a bubuzással kapcsolatban. Ö, azok élezik most rajtad a nyelved, és aggatják rád a gúj nevet, amely műhelyekben a mai napig ö, megtalálhatóak azok a kollégák, a nevüket sem érdemes szerintem mondani, akik néhány évvel ezelőtt minket lámpavasra és ifaplatóra akartak csak azért a legnagyobb kollegalitással dobálni minket, mert mi már akkor is propagandisták voltunk a szemükben, hogy már mi is unjuk a kettős mérce szó és kifejezés használatát, de hát ennél van-e nagyobb kettős mérce, amikor téged egy ilyenben megtalálnak, és ezt a magyar picike médiapiacnak a jobb oldalán, konzervatív oldalán lévő kollégákat, minket pedig lámpavasra akarnak húzni, hogy ezt a kettőt, ha mérlegre tesszük, akkor könyörgöm akkor a bubuzással miatt a túró baj van? Uh, igen. Én ezt egyébként tudatosan mondtam, amit mondtam, amit ő felkapott a baloldal, és fáj nekik nagyon, meg is érdemlik. Azért tettem, mert a homoszexuális emberekre van egy közkeletű kifejezés, amit egyébként az ő nyomásukra elérték, hogy ezt nem lehet kimondani, és ha valaki ezt nyilvánosságban kimondja, akkor kisipolják ezt a szót. Bocsánat, az ő nyomásuk nem az az ember, aki aki ilyen természettel él. A média. Így, a a, és lobby, média. a lobbyuk a lobby, és, a, és az újságírók. Igen, Igen és, és akkor azt mondtam, hogy e, mivel érzi az ember, hogy lassan-lassan ez már, még ha nem is kötelező, de már mintha a vicc mondja, már majdnem kötelező, de mindenképpen bizonyos értelemben egy kontraballásként jelenik meg, tehát a, a nemi aberrációk végteles, mert nem is már 70 fölött járnak ezek a különböző gender verziók, mintha valami fajta lelki kötelező gyakorlat lenne, és az a bizonyos hír, ami arról szólt, hogy valamelyik afrikai országban tök mindegyhol a parlament azt mondta, hogy akár halálbüntetése is sújtják, ha valakik nyilvánvalóan házastársi kapcsolatra lépnek azonos neműek, én ezt úgy, úgy kommentáltam, hogy ez egy jó hír, hogy végre valahol szembefordulnak ezzel a kötelező őrülettel. Ezt akartam elmondani. És kerestem egy szót, amit nem sipol ki a média. És így, így jött ez a bizonyos bubu. Tehát a bubu egy helyettesítő szó, holnap után betiltják, elérik, hogy ez is tilos legyen, akkor majd gondolom azt kell mondani, hogy bögre, vagy azt kell mondani, hogy. Cipó, vagy azt kell mondani, hogy lapát, vagy azt kell mondani, hogy péksütemény, és minden, akkor azt is betiltják, és így megyünk, elég sok magyar szó van, tehát ezzel sokáig el lehet játszadozni. Az egésznek nem ez a lényege. Tehát azt most ők, ö, ennek a kicsiny, lelkű és ö, ö, szűkagyú emberkék, akik most rajtam köszönlik a nyelvüket, azt hiszik, hogy ezzel a szóval most valamit megfogtak. Nem a szóról van, nem a szóval van baj. Azzal van baj, azzal a gyakorlattal, amelyik úgy megy maga előtt, tol -e maga az útjából mindent, hogy már beszélni sem lehet róla nyíltan, hanem körül kell írni. És látod, a bubu legalább elhangzott, de ami az aljas az egészben az én ízlésemnek megfelelően, az az, hogy innentől kezdve Bencsik András a halálukat kívánja ezeknek az embereknek, mert itt tartunk jelenleg. Nem, Tehát... nem kívánta, ez egy hülyes Hát, Na no, de, no, de már Igen. ezt adják a szádba. Persze, de hát ezt is ismerjük, e emlékszünk Kövér László köteles beszédére, e ők boldogan kiforgatnak bárkinek egy mondatát, hogyha úgy gondolják, hogy ezt ők fel tudják használni. Csak arról ne kelljen beszélni, ami viszont iszonyúan fontos, hogy a természetes emberi létezésért ne kelljen már elnézést kérni. Ne kelljen adni valakinek magyarázkodni, hogy valaki férfi létére egy nőt szeret. Ne kelljen, de gondoljunk bele, Krisztián, hogy a magyar alkotmányba bele kellett venni, hogy az apa férfi és az anya nő. Hogy, tehát mint hogyha azt is bele kéne venni holnap után a magyar alkotmányba, amíg még megvan a kétharmad, hogy az ég kék és a fű zöldszínű. Mert az elme baj eljut odaig, hogy azt fogja mondani egy ilyen szekta, hogy nem, az ég többféle szivárvány színű, mert hiszen naplementekor pirosas, meg lilás, meg sárgás színbe jelzik, tehát az ég nem kék színű, az ég szivárvány színű és akkor aki ezt nem vallja, az fasiszta. Vigyázz ezzel a fűzölddel, mert burkoltan te a drogosok ellen is most felléptél, ami uh, tilos, hiszen hát, ha becsavarod spangliba, ő. akkor nem zöld az a fű ő. már. Nagyon veszélyes Vigyázz, vigyázz. vigyázz szénzen, igen. Igen. Na de ha már ö, itt vagyunk, és akkor magunk mögött hagyhatjuk ezt a témát, de kössük rá a, az újságíró társadalomra. Ö, nem volt ilyen célom, aztán valahogy úgy alakult ö, itt az élet, hogy ebben a műsorban nagyon sok kollégát meg tudtam szólítani jobboldali műhelyekből. Úgyhogy adjuk meg a lehetőséget Bencsik Andrásnak is, hogy hmm. megtudjuk a te véleményedet. Válságban van-e a szakmánk? Igen. Nem csak a mi szakmánk, szerintem az egész emberi civilizáció válságban van. Ez a fantasztikus szabadság, amit a internet nyilvánossága teremtett meg, ez megteremtette azt is, hogy mindenki Tulajdonképpen azt csinál, amit akar. Megjelennek olyan közszereplők, kvázi média személyiségek, akiket hogy is hívnak? Celebek. Influencer. Influencer. És akkor odáll egy kamera elé, és mond valami iszonyú hülyeséget, és akkor ez a hülyeségre vannak vevők, és akkor ez egy szakma. Tehát a, a, a közhöz való szólás, jogával, ez egyfelől nagyon jó, hogy mindenki rendelkezik, de mondjuk ezt képzeljük el, hogy azt mondaná egy új korszak, hogy tulajdonképpen akinek van egy éles kése, hát miért ne operálhatna? Tehát ő úgy gondolja, hogy ő neki nagyon jó a keze, ő ki, ki tudna vágni egy, egy bakbelet, hogy arról van szó. Tehát azért ezzel veszélyes játszani, és ezt azért mondom, mert beszélni mindenki, mi is beszélgetünk. De a, a nyilvánosság, látjuk ezt az ukrajnai háború kapcsán, hogy olyan brutális, dezinformációs gépezetek dolgoznak, hogy egy egyszerű, felkészületlen állampolgár, és ilyenek vagyunk egyébként többségében, minnyáján, az képtelen megállapítani, hogy most tulajdonképpen miről van szó. Én egy, egy időben, egy nap alatt olvasok olyan hírt, hogy az oroszok fantasztikus tempóban nyomulnak előre Bakmutba, és olvasom azt a hírt is, hogy óriási baj van az oroszokkal, fantasztikus előre nyomulásban vannak az ukránok, tehát a, nyilvánvalóan a háromból egyik sem lehet igaz ebben az értelmezésben, amivel az következik, hogy miközben ez a szomszédba zajlik, és akár érintheti, a mi sorsunkat is, akkor arra nem vagyunk képesek, hogy tájékozódjunk. Én ezt nagyon veszélyesnek tartom. Ha már itt ül, nem tudunk kibújni, vannak még vádak veled kapcsolatban, de akkor tisztázzuk. Te nagyon nagy orosz barát vagy, kedves András? Igen, nem, orosz barát is vagyok, eh, eh, olasz barát is vagyok, és egyre nehezebb mondani, de német barát is vagyok. Szinte minden országot szeretek, egy kivételével, az egy szomszédos ország. Azt nem tudom, ha megszakadok, se tudom szeretni, mert egy kicsit túl sokat vettek el tőlünk. Valahogy nem Ausztriára gondolhatsz. Nem, nem Ausztriára gondolhatsz, igen. Szóval, ami az oroszokat illeti. Én igazából igazságbarát vagyok, így tudnám mondani. Tehát ebben az őrületben, ebben a nevezik ezt proxy háborúnak. Ebben a különös háborúban, ahol az utolsó ukránik harcol egymásra két szuperhatalom, Amerika és Oroszország, ebben az őrületben életbe vágóan fontosnak tartom, hogy az ember mind a két fél álláspontját ismerhesse, hogy tudjon tájékozni, mégis mire számítsak holnap. Ehhez valamilyen szinten nyitottnak kell lenni az oroszok álláspontjára is, ami egyébként a megint csak az átlagnéző, az átlaghallgató nem jut hozzá, mert az, az, a tiltott zónába tartozik, különböző csatornákon lehet megtalálni az oroszok álláspontját. Úgyhogy így mondanám, hogy semmi, én tanultam oroszul, és szívesen beszélek oroszul, beszélek körülbelül azonos szinten angolul is, sőt egy időben japánul tanultam, csak az, azt nagyrészt el is felejtettem, mert nem igen az adódik az embernek lehetősége japánul beszélni. Jó, és hogy említed ezt, a, ezt az orosz tudásodat, ha meg kellett volna tippelnem, még én is pár szót gügyögök a 74-es mm. születési koromból kifolyólag, de azért kellemesen megleptél engem azzal a bizonyos interjúval, amit hát hogy-hogy nem megint szétszincáltak a túloldalról. Mm -hmm. Meguntad az évtizedek alatt azt a magyarázkodást, hogy te állítólag még mindig egy nagy komcsi vagy? Mert komcsi Bayer is, mert hogy évszabadságban kezdte a pályát, Komcsi Orbán Viktor is, hiszen annak idején a kisbe kellett tehát a Kövér László legnagyobb mm -hmm. komcsi, és a Missánkból a komcsi ezért hiteltelen. Tehát az az ember, aki, aki oroszul beszél nagyjából egy interjúkész állapotban folyékonyan, azt most megint megtalálták azzal, hogy egy újabb tégla van a Fideszben. -ha, -ha meg vagy Bencsik. Hát, nem tudok én ezzel mit kezdeni. Hát a nem kell foglalkozni. Én voltam már, a pá... elég régóta vagyok a szakmában, én voltam munkássör, előtte voltam fasiszta, voltam náci lettem munkás, kommunista, és minden, ez koronként változik, hogy mikor, mi, mire gondolják azt, hogy az illetőt le lehet Ez járani. egy színésznek is becsületére váló szerep, Igen, szép szerep nagy pálya. volt. Igen. A, a, helyzet az, hogy az ember nem változott semmit, egész egyszerűen arról van szó, hogy nem vagyok be, hajlandó beállni semmelyik ugatok kórusba. Azon kevesek közé tartozom az én generációmból, akinek örül szerencséje volt a középiskolában, mert egy olyan tanárnő tanított, aki engem valamiért kedvelt, és emiatt én megszerettem az orosz nyelvet. Az osztálytársaim többsége körülbelül a Dobri Jenyig jutott el, vagy még talán addig sem. Én meg vele a, a tanítás után a tanulószobán beszélgettem. Rettetes nyelvtanissággal mondta, hogy ne zavarjon, csak beszél. És megszerettem. Az első feleségem Kárpátalján született, nagyon sokat jártunk oda. Kárpátalja abban az időben két nyelvű volt. Oroszul meg magyarul beszéltek az emberek, így aztán akik a barátok ott orosz voltak, akkor oroszul beszélgettem velük, és ragadt rám. Tehát konyhanyelven beszélek, de szívesen. Körülbelül mondom azt tudom mondani, hogy nagyjából ugyanúgy beszélek angolul, mint oroszul, ilyen, ilyen alsó középfok. Tehát nem adnának. El tudok venni kenyeret a közétbe. Az adás előtt beszélgettünk arról, hogy az én generációmnak mindenképpen egy, egy hihetetlen megvilágosodás, felismerés volt akkor, és Bajer Zsolt szavait idézve, az akkori, az egy akkor olyan televíziós csatornán futott az ős sajtóklub, hogy ma is köszönet illeti az ott tevékenykedőket és a tulajdonost, hogy ezt egyáltalán engedték, mert ez nem volt olyan egyértelmű, hogy ott egy ilyen hang meg tudjon szólalni, ez a Magyar ATV? TV, keverem? Magyar volt a igen, neve. Az volt a neve, igen. Cikó Gábor volt a tulajdonos. Hogy emlékszel vissza arra az időszakra, amit mi egyszerű befogadók, jobboldali konzervatív állampolgárok, médiafogyasztók tulajdonképpen mannaként szívtunk akkor magunkba. Neked ez ennyi évtized után Hol szerepel az életedben és a karrieredben? Érzékeltétek nagy... akkor, hogy valami nagyon, nagyon komoly missziótok van? Nem érzékeltük. Szerintem sejtelmünk se volt, hogy mit csinálunk. Összeszedtek minket. Székely Ferencnek hívták azt a szerkesztőt. A Székely Feri, azt hiszem, a magyar televíziótól keverült ide, és ő találta ki ezt a műsort, ő hívott minket, ő is választott ki minket. Ezt is akkor elkezdtük csinálni hétről-hétre, Lovas István, volt először a műsorvezető, Bajer Zsolt, először Tógyi László, sokáig, és én. És azt tudom neked mondani, hogy azért tartom életem egyik legszebb és legmeghatározóbb élményének, mert két olyan embert ismertem meg, igazából hármat, mert a Tógyi László is egy fantasztikus jelenség volt, de a lovas és a Bajer személybe két egészen brilliás elmét és közszereplőt ismertem meg, és nekem élmény volt velük hétről hétre együtt szerepelni, tehát a, a leginkább ez motivált, hogy roppant, roppantul, um, hogy is mondjam csak, nem tudok jobb szót mondani, óriási élmény volt, amikor velük együtt szerepelhettem, őket hallott, hallgattam, engem is inspirált. Én nem voltam soha annyira kreatív, mint akár az Zsolt, akár az István, de nagyon szerettem ezt a munkát, mert, mert, mert gondolkodásra kész, kényszerített ez a dolog, és ki, ki a saját személyisége szerint csinálta. És aztán lassan-lassan ebből egy misszió lett. Aztán mindegy egy búvópatak, az megszűnt, aztán különböző konstrukciókba föltámadt rövid-rövid időre, majd amikor Mészáros Lőrinc megvásárolta az ECHO televíziót, akkor az első döntés az volt, hogy újra élesztette a sajtóklubot. Még szerencsére István még élt akkor, és akkor újra fölállt a csapat. Még az első időszakra, ha visszamehetünk, András, ö, utólag tűnik ijesztőnek, hogy ez a, ez a teher, amit ti nem éreztetek a vállalatokon, ez utólag olyan, mintha ott lett volna. Hmm. Ha lenne egy ilyen időgép, már talán az ember egészen más, hogy megy bele. Nem akarom túl misztifikálni az akkori sajtóklubnak a, a, a jelentőségét, és nem akarom a, a műsorvezető személyiségét ilyen szinten belevonni. De én, én látok logikai összefüggést olyan tekintetben, hogy fontos. Ö, ö, Ilyen, ilyen, összekötő elegye volt annak, hogy egyáltalán polgári körök létesüljenek, hogy egy pofonból hogy tud felállni egy oldal, egy nagyon csúnya pofonból hogy tud felállni egy oldal. Tehát ott, ott nem volt más, mint a ti gondolataitokat magába szívni az embernek. Emlékszem rá, hogy voltak vidéki turnék is én egy bábolnaim voltam épp meg Komárom-Esztergom megyei vagyok szóval hogy, hogy, hogy amikor egy-egy ember ebből a csapatból valahol megjelent ma már fel nem tudja fogni egy 20 éves hogy ennek akkor micsoda jelentősége volt hogy ott voltatok és erőt tudtatok adni Hát talán jobb is, hogy nem fogtuk föl. Azért Te, mondom, e, hogy ez utólag ijesztő. jobb is, hogy nem kezdtük el a saját szobrainkat építeni. Tehát ezt csináltuk, mert csinálnunk kellett. Magamnak egyszer úgy fogalmaztam, meg ezt a magam nevében mondom, hogy úgy érzékeltem a szerepemet egy idő után, ahogy egy katona érzékeli. Tehát háborús helyzet van, a katonát kivezénylik a frontra, az egyik katona ugye az a gyalogságnál van, a másik a páncélosoknál, a harmadik a repülőkkel, és így tovább. Egy katona voltam, akinek az volt a dolga, hogy csatára csatára végeznie kellett, harcolnia kellett. Nem, nem gondoltunk bele, hogy milyen hatásunk van. Annyit tudok mondani, hogy, és eddig is mondtam, hogy nekem óriási élmény volt, hogy a lovast és a bajert ilyen közelről láttam, és együttműködtem velük, hogy Első perctől kezdve ezek szuverén személyiségek voltak. Soha nem kaptunk ki instrukciót, hogy hogy csináljátok, mint csináljátok, és lassan elég hamar kialakult, hogy mindenki a saját karaktere szerint reagált egy-egy problémakörre, amit a sajtóklubban fölvetettünk. Eleinte, úgy emlékszem, fél-egy órán át készültünk a műsorra, a beszélgetésre, tehát nem, nem improviz improvizáltunk, de tudatosan, tehát mint a, a tanuló az órára fölkész. Megtanultuk a leckét közösen, milyen témák lesznek, hogy mi az, amiről mindenképpen akarunk beszélni. Aztán, hogy múltak az évek, annyira összeszoktunk, hogy tulajdonképpen most már nem kell közösen készülni. Tehát, hogy leülünk, mindenki mondja magát, és tudjuk, hogy hogy megy, mint megy. Mostanra értem el oda, hogy sokszor érzem azt, hogy a Zsoltal, amikor csináljuk a sajtóklubot, hogy tudunk egymással Néha. Én nem vagyok annyira slágfertig, mint ő, de néha vannak ilyen kis finom játékok, hogy egymásra reagálunk, amit tudom, hogy ha mi is jól érezzük magunkat, akkor a nézőnek is tetszik. Téged ez a tábor ilyen nagy, fontos állomáshelynek tekintve a sajtóklubot, a másik dolog, amihez a te nevedet, te nevedet egyértelműen köti, az a békemenet hasonló a hatásmechanizmus? Az első még egy spontán lazaság, jó buli, majd később érzed a felelősség terhét és súlyát, vagy az már az elsőnél is úgy volt, hogy, hogy ez valami olyan lesz, ami, ami, ami nagyon fontos. Fogalmam és fel... nem volt róla. Hogy Akkor a, majdnem Én, hasonló. Ugyanaz, és fogalmam nem volt róla. Hétfő volt, labzárta volt, jöttem, mentem a szerkesztőségbe, és egyszer az volt bennem, hogy ezek a rohadtak, már mint az Unióban, a, a forint elleni támadása meg akarják mutatni az Orbán kormány. 2011. január, tehát még nem telt el egy év a választás óta. Hogy, szóval olyan személyiség, és jöttek különböző impulzusok, üzenetek, telefonok, hogy valamit kéne csinálni. A bajérnak megjelent pár nap a korában egy cikke, hogy a fenébe is ki kéne mennünk az utcára. És akkor ez úgy be nem így össze, össze ö, ö, leszűrődött, leült, és írtam egy kommunikét. Felhívtam először a ott a figyelj ide, Zsolt, az a helyzet, hogy ha mi nem szervezünk, nekünk nem ez a dolog, mi újságírók vagyunk, közvetítjük a híreket, meg kommentálunk. De ha mi nem szervezünk valamit, nem fogja megszervezni senki, mert a kormány a saját védelmére mégse szervezhet egy tüntetés. Az egy vicc lenne. Benne vagy? Hajjaj, benne vagyok. És akkor elkezdtem telefonálni, a Széles Gábort hívtam fel, Stefka Istvánt, és így tovább, és uh, nyilvánosságra hoztuk ezt a felhívást. Bementem a rendőrségre, bejelentettem a tüntetést, ahogy kell. Kérdezték, hogy hányan leszünk. Hát, mondom, remélem, hogy 20 ezeren leszünk és hát aztán fél millió lettünk, úgyhogy egy kicsit sokkal lettünk, és egy intézmény született meg ezzel a hatalmas gyaloglással, mert a hősök terétől a parlamentig az egy szép hosszú út, és ez a gyaloglás tett, az egy zarándokút lett. Ma már azt mondhatom a tizedik után, hogy ez egy zarándoklat lett, hogy egy magyar sajátosság, hogy azért mennek emberek, mintha Csiksomjóra mennének, vagy Medzsugorjébe, hogy a szeretetüket, és a hitüket kifejezik. Ez, ez, Európában szokatlan, mert a politikában tiltakozó meneteket szoktak szervezni, nem pedig szeretett meneteket, de ez egy ilyen jelenség, ez egy magyar specifikum. A jobboldali négy-kétharmad, egybefüggő négy-kétharmad egyedülálló. Nem csak Európában, azt gondolom, é, hogy, biztos. hogy a világ, világban is. Most már ott tartunk, hogy Amerikából talán nagy szó, de valami receptmorzsákért már ide járnak. Hát a szípek egy része, a funkciója talán még így is felfogható. Sok vendégemtől megkérdeztem már, miben Csik Andrásnak a, a véleménye erről, a te megoldásod mi, minek köszönhető. Van egy közkeletű vélekedés, ezzel egyébként egész kiegyezik mindkét oldal. Hogy az összödi beszéd hozt, hozta a szerű Fidesz győzelmet. Vélhetően győzött volna a Fidesz, de nem így. És visszamenőlegesen további ö, új ciklus elnyerése is még visszavezethető, talán már egyre kevésbé, ahogy az idő telik az összödi beszédre. De te hol érzékeled ennek az egésznek a nyitját? Ha egy százalékos arányt kéne mondani, képességbeli dolgok Fidesz oldalán és képességbeli hiányok a mindenkor ellenzék oldalán, összödi beszéd, vagy akár egy-egy ember, egy rossz karakter a másik oldalon. Én egy mondatba tudnám definiálni azt, hogy mi volt az, ami a kulcs, ami a kétharmadó kulcs, de ahhoz engednek, hogy csak annyit menjek vissza az időbe, hogy amikor 98-ban a különös választási konstellációknak köszönhetően létrejött a Fidesz kisgazda kormány, és az első Orbán kormány egy roppant fiatal, és nagyon sokak által nagyon szeretett politikussal Orbán Viktor, az én anyukámnak is a könyvespolcon ott volt a fényképe, szerintem minden nagymamának ki volt éve Orbán Viktor fényképe, Utólag azt tudom mondani, hogy ez olyan volt, mint amikor besüt a nap, egy felhős e, e, időszakban, hogy besütött Magyarországra négy évig a nap. Majd jött a 2002-es méltatlanul elveszített választás, ahol e, nem az történt, hogy. hogy e, Elkezdtük keresni, ki volt a hülye, miért buktunk el, pedig milyen jók voltunk, micsoda disznosság. Meg tudjuk, hogy volt egy kis manipuláció, a választási számlálás és egyebek. Elég büdös dolgok voltak ott, hanem megfogalmazódott egy mondat, és ezt csak azért vezettem föl így, hogy továbbra is rendületlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében. Nem megszám. tudom, kitől származik, jó lenne megtalálni a szerzőjét, mert ez a mondat egy varázslat volt, egy, egy, egy jótékony, mágikus mondat volt. Elindult a polgári körök mozgalma, és 2002-től 2006-ig, mintha lakodalom lett volna, ilyen két-három ezres találkozók voltak országszerte a polgári körök, tehát nem mintha győztünk volna, vagyis lélekben átléptük ezt a fájdalmat, ez a katarzis meg bennünket. Úgyhogy amikor 2006-ban szembe találkoztunk a sátánnal, mert az, amit a gyurcsánék műveltek, az egy sátáni cselekedet volt, amikor az állami elnyomó szervezetet, a rendőrséget, vagy mi a szakkifejezése? A, erőszakszervezet? Erőszakszervezetet helyesbítek. Az erőszakszervezetet ráúszítják a védtelen, békés polgárokra, ott véget ér a demokrácia. Zárójeles megérdésem, nagyon örülök Budaházi György felmentésének. Azért, mert erköstelen lett volna őt börtönbe, hiszen ő erre reagált, erre az igaztalan helyzetre reagált. Bört, disznosság volt őt börtönbe csukni, miközben a igazi bűnösök a sátán szolgái, azok továbbra is szabadon van. Hadd szakítsak félbe, aztán majd visszatérünk. Mit szólsz ahhoz a az aljas párhuzamhoz, hogy ma tüntet egy hosszú srác a karmelitánál, készül egy szuperkép, amikor így kicsit hátrébb van húzva, a gyerekverő Orbán rendőrség, és, és elfelejtik 2006-ot. Mindenre, mindenre hajlandóak. Ők nem a lényege, ők a, a látszattal, fol, ők a művészei. De visszatérve erre a csodára, okay. Nyolc éven át tudtunk együtt maradni. Megértettük 2006-ban, hogy sajnos nem lehet erővel ezt a szemét társaságot megbuktatni, de talán jobb is, mert a magyar demokrácia erejét adja az is, hogyha rosszul döntött az ország népe, akkor bírnia kell négy évig a következményeit. Nincs. Egyébként a motivációt fenntartani és a tüzet fenntartani, az egy, az, 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 egy, egy, az egy, lehetetlen küldetés egyébként. De sikerült, sikerült, és egy olyan képesség fejlődött ki bennünk, ami aztán a 2010-es kétharmadnál kulminált, és tulajdonképpen a békemeretnél pedig láthatóvá vált, hogy olyan a szeretet és az összefogás ereje minket átalakított. És ezt nem értik egész Európában, mi is megfizettük az árát. Nyolc szörnyű évvel, egy 2006-os pokoli csalódásra fizettük meg az árát annak, hogy megváltotta magát az a három millió ember, aki most már stabilan együtt van, és amíg ez együtt lesz, addig ők azt csinálnak, amit akarnak. A pokló kapui sem vesznek rajtunk el. Igazságtalan hogy András, hiszen a bajnai féle konszolidáció is segítette a hivatalába lépő Or Orbán. Hát Orbán. ami rosszat elkövethettek, azt ők elkövették. Ebben egyetértek veled, hogy a, emlékszem egyébként érdekes, 2010-ben a a Fidesz nem azt mondta, hogy gyerekek, ha ránk szavaztok, akkor aztán lesz itt annyi méz a madzagon, hogy még annyit nem látatok. Azt mondták, hogy nem tudják úgy ezt az országot tönkretenni, hogy mi ne építsük fel újra. Pénzről nem volt szó, nem ígértünk semmit, csak az, hogy újraépítjük. És ez meg is történt. És szerintem ez mindvégig így lesz, amíg mi szinkronban vagyunk. Az, hogy ők mindig minden kiforgatnak, hogy mindig a látszatokkal próbálkoznak, a jelek szerint ez nagyon keveset ér. Mi az a legfontosabb dolog, amit Orbán Viktor megtanult a két pofonból? Szerintem azt, azt hiszem, azt, még ha erről ritkán beszél, hogy tökéletesen megértette Orbán Viktor, hogy az ő erejét ez a 3 millió ember adja, az a közös akarat adja. Tehát amíg ő azt, a, azt szolgálja, amit ez a hatalmas tábor, akar, ez a keresztény nemzeti Magyarország akar, hogy nyíltan fogalmazzak addig ő legyőzhetetlenül erős lesz. És ezt lehet is látni az ő megnyilvánulásaiba, hogy ő elsőrendűen Magyarország érdeké szólja, ha kell, szembefordul az Európai Unióval, ha kell, szembefordul az Amerikai Egyesült Államokkal is, a, a nemzete érdekébe. Amíg ez a dolog e, e, ilyen szoros kapcsolatban van. Tehát, hogy a miniszterelnök érti és érzi, hogy mit akar. Ez a nagyon-nagyon sok ember. Addig ezt a szövetséget nem létezik szétszakítani. Hogy tudnád számszakilag kifejezni ennek a tábornak, hány millió vagy hanyad része lojális és hithű, elnéz kormányzati tévedéseket és kritikával él, de annyira fontos a lojalitás neki, hogy marad, és mennyi az, aki aki ügyek mentén szavaz négy évente, és azt mérlegeli, hogy nekem nem biztos, hogy szimpatikus a Rogán, meg a Deutsch, Igen. meg ezek, de egyébként az én életemet, ha megvizsgálom, akkor ennél csak rosszabb lenne, ha ezek visszajönnének. Tehát én azért szavazok a Fideszre, mert mérlegelem a saját életemet, de én nem szimpatizálok egyébként velük. Azt hiszem, hogy mi a médiában mozgó szereplő emberek hajlamosak vagyunk ennyire szofisztikáltan nézne a dolgot, hogy mi már közelről látjuk úgymond a jobb oldal hibáját és hiszen miért ne volna, van egy csomó. Azt tapasztalom járva kelve az országba, hogy az emberek alapvetően azt nézik, hogy ha az ő élete jó irányba megy előre, biztonságban van, vannak lehetőségei, akkor ha vannak is gondjai, azt mondja, hogy szerintem ez jó irányba megy ez a dolog. Tehát az a, mondjuk így, az a gyűrű, amelyik nem érzelmi és elvi és erkölcsi elhivatottságból kép, szavaz erre, az a, az a gyűrű azt mondja, hogy egyelőre nagyon elégedett vagyok azzal, mert jó irányba mennek a dolgok. Hogy ez hány százalék, azt nem tudom, nem, nem emlékszem, milyen ilyen felmérés lett volna, viszont van egy mag, és az nem kicsi. Minimum két és fél millió emberre tenném ezt a magot, akik pedig rendíthetetlenek. Tehát ők ők úgy vannak ezzel, ez, egy familiáris kapcsolat. Ez, politológusok nem szeretnek erről beszélni, de tudni kell, hogy rendkívül erős érzelmi kapcsolat van Orbán Viktor és a választók között. Ez, személy szerint, ez egy személyes kapcsolat. És, ez egy, és olyan, nem lehet exakt módon definiálni. Hát annyiban lehet, hogy ez kicsit hasonlítanám a családi kapcsolatot, hogy van egy apa meg egy anya, és vannak gyerekek. A, Érzelmi kötődés, még akkor is, hogyha otthon balé mert a fater berugott és ordítozott, attól még az apám, az apám is szeretem. Tehát a családom, ha, vagy ha az öcsém eltörte a játékomat, attól még én szeretem az öcsémet. Tehát a családon belüli kis konfliktusok nem rendítik meg a család együtt valóságát. Erről azért nem szeretnek beszélni a politológusok, a jobb oldal azért szerintem, mert fél attól, hogy a baloldal kiforgatja a szavait. A baloldal meg azért, mert pontosan tudja, hogy ez az, az, ez az a dimenzió, ez az az erőtér, amihez neki semmi hozzáférésre nincs, ezért úgy tesz, mintha ez nem is lenne. Pedig van. Elérkeztünk rovatokhoz, ami a műsor végének állandó mm. része. Tudom, az ellenoldali újságírók, amikor kikerül a Youtube-ra az adás, meg sem várják az addig lévő... 35-40 percet rögtön ide tekerik, mert ezekből esetleg mond valami olyan éleset a vendég, amiből rögtön lídet lehet csinálni. Úgyhogy vigyázzam, mert bajba kerülhetsz. Az első ö, egy játék, a másik kettő pedig egy egyszerű kérdés lesz. A játék lényege az, kedves András, hogy neveket fogsz tőlem hallani. Pergő módon, szűkent, ha annyira irodalmi, vagy hogy egy szóval tudod leírni az első gondolatot, arról a személyen kapcsolatban akkor egy szóval. Nagyon hosszú magyarázatba kérlek, ne menj bele, Jó. ezért aljas a játék, mert hiszen egy embert nem lehet egy Jó. mondattal leírni, de meg fogjuk próbálni. Jó. Lesznek olyanok, akiket már érintettünk az adás során. A Lovas István. Egy zseni, zseniális figura volt, döbbenetes memóriája van, fantasztikus volt, fantasztikus tárgyi tudása, azt hiszem öt vagy hat nyelven beszélt. A, a két legjobb magyar publicista közül ő volt az egyik. Bajer Zsolt. Ő a másik. <laughs> <Tó> <laughs> Őhozzá még annyit tennék, hogy a Zsolt egyébként mind a jó, jó bor, ahogy múlnak az évek, egyre jobb minőségű nemesedik, hogy a Zsolt, bár van a kiszólása és a baloldal ilyenkor sipol, a Zsolt egy hihetetlen kreatív koponyat, tehát ő nem csak nagyon felkészült, hanem elképesztő érzéke van ahhoz, hogy úgy rak össze dolgokat, hogy én is mondom magam, hogy ez nem igaz. Hát ez nekem élmény őt hallgatni is, meg olvasni is. Amikor a bíró meginti a boxolót, figyelmeztetleg ebben kell válaszolni. Okay. Tógyi Rászló. Nagyon szerettem, professzor úr volt a szememben, nagyon szerettem a hallgatni, egy nagyon okos, nagyon koncentrált, nagyon színvonalas gondolkodó. Hankis Ágnes. Ismertem személyesen, különösebben nem voltam vele kapcsolatban, eszes nő volt, de nem egy táborba voltunk. Gajdi Csottó. Hát nagyon szeretem, ő egy, egy, e, 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 rokonszemes ember. E, ő is egy nagy élmény az életemben. Liszkai Gábor. Hát ő rá felnézek. Ő egy fantasztikus személyiség. Nagyon régről is, 91 2 be találkoztuk először. Szerintem a, a magyar jobboldali média felépítésében a, a leg, legtöbb érdem az ő nevéhez kötődik. Milyen érdekes, a következő névre is részlegesen ezt el fogod tudni mondani, és ott lesz egy nagy de. Simicska Lajos. Igen, pontos, nagyon jó, fantasztikus ember. De, e, szerencsém volt egyszer-kétszer találkozni vele. Óriási, e, képességű ember, és egyszer csak valami eltörött benne. Kár. Széles Gábor. Széles, e, nagyon kedvelem, hiszen egy időben e, harcostársak voltunk, roppant szeretetreméltó ember. E, sajnálom, hogy most már egy kicsit távolabban a médiától. Gönc Árpád. Akkor kaptam az első fülest a és médiától, amikor Antal még írt, írtam egy cikket, az volt a cím, hogy az elnök árulása, amikor Gönczel árult az Antalt. Nem tudok róla jót mondani, csak rosszat. Sójom László. Elegáns ember volt, de egy picit félénk volt, úgy érzem. Tehát elnökként voltak mulasztásai. Áder János nagyon fegyelmezett, nagyon tiszteletreméltó, kiválóan teljesítette a feladatát. Novák Katalin. Hát ő egy tündér. Viszont egy tündér, tehát amikor egy nő úgy lépít túl a szerepkörét, hogy nem lépít túl, egyszerűen csak a saját személyiségének a varázsát hozzáadja. Kicsit engedjék meg a nézők, hogy olyan érzésem van, ami már a politikai készség táron túlmutat az elnökasszony esetében, mintha azt látnám, hogy a tenyeréből eszik Macrontól kezdve Igen. Meloninát, még a pápáig is Igen. mindenki. Neki, neki a szerep. Nagy szerencsé csinálja. József. Hát életem legnagyobb élménye, hogy csinálhattam, készíthettem vele egy interjút. Óriási személyiség. Az a film, ami készült, a Blokkát című film, boldog vagyok. Egyébként háromszor vagy négyszer láttam már, és még meg fogom nézni. Boldog vagyok, mert egy óriási személyiség, egy, egy, tényleg egy hősnek és egy mártírnak. Állított Képes el. a film rehabilitálni sok, sokakban azt, ami az első számú kritikája volt vele kapcsolatban sokszor. Itt bárki, aki itt ült, talán oldaltól függetlenül, nagyjából közös metszet volt a válaszokban Antal személyénél, hogy most bajért idézem, bocsássa meg, hogy korábban mit gondolt róla. Örülök neki, én mindig nagyon becsültem, nagyon tiszteltem, felnéztem rá. Azt mondhatom, hogy az erkölcsös demokráciát Antal József teremtette meg, és aztán Orbán Viktor tette teljessé. Az a mitosz, hogy átadta neki a stafétát, az konkrétan nem igaz, de lélekben viszont igen. Tehát úgy érzem, hogy Antal József küldetését Orbán viszi most tovább, és azért fontos ez a film, és nézze meg mindenki, aki még nem látta, mert ez, ez egy elfelejtett időszak. Tehát majd, itt tegnap volt, és mégis elfelejtettük. Pedig ott ezen Antalnak köszönhetjük, hogy most itt vagyunk. Hongyula. Hát tehetséges ember volt, ismerjük el a, a Gyula a stampedliével, Egyszerre volt egy szörnyűséges figura, de miniszterelnökként volt benne valami, ami miatt igazából nem, nem lehetett őt után. Kártékony ember volt, de valahogy volt sárnyi, talán, talán a konyaknak köszönhető. <laughs> Megyesi Péter. Hát ő egy, egy elegáns epizodista volt. Gyócsány Ferenc. Sátán, sátán. Minden szempontból egy paranoiás szörnyeteg. Bajnai Gordon. Ő ugye ő a temetkezési vállalkozó. Tehát ő felszámoló céggel kezdte a karrierjét, hogy cégeket temettek el. De most én metaforaként is így, tudtam most, értelmezni a így, politikára. De nézzem. a politikában is. Tehát ő egy temetkezési vállalkozó. És hát nyilván érezted a logikai láncolatokat Antaltól kezdve, akkor Igen, ezt nem így. mással fejezhetem be, Orbán Viktor. Nagy ajándék, Orbán Viktor a sorstól, nekünk elsősorban, a saját magának is, mert kapott egy olyan lehetőséget, ami fantasztikus. Én egy kicsit aggódok miatta, mert kicsit túlsúlyos, és azt gondolom, hogy az, az az egészségre ártalmas. Nagyon fontos lenne, hogy amíg bírja erővel végigcsinálja a küldetését, mert ahonnan indultunk, és ahova látszunk megérkezni, ez egy, hát azt kell mondjam, hogy az elmúlt, sokszáz évben nem volt ilyen fantasztikus képességű vezetője Magyarországnak. Demszki Gábor. Pasz. Nem szerettem. Egy, egy, egy szép mosolya volt, ettől lett főpolgármester, gyakorlatilag minden tönkretett Budapesten, ami tönkre lehetett. Vagyis tönkre ment minden, ami tönkre mehetett. Hát akkor most borítsuk a kronológiát, mert szép mosolyjal tulajdonképpen egyetlen skilljeként ezzel operál Karácsony Gergely. Igen, ugyanaz, csak egy, egy, csak egy silányabb legalább volt valami karakter, ebben már az sincs. Hát már én, én unom magamat, amikor, amikor ennél a játéknál oda jutunk, hogy az itt választadó vendégek, vagy a nosztalgia, vagy, vagy, a, a selejtesebb, újabb epigonok alapján tulajdonképpen fölemelik a régieket, akiket annak idején gyűlöltünk. Hiszen ezen a prizmán hogy ítéljük már meg Hornt, látva igen, a mai igen, szocialista igen, és DK igen, politikus igen, garnitúrát, igen, máshogy ítéled meg karácsonyhoz képest Demskit. Nem furcsa? De, igen, ebbe igazad van. Tehát a az, az, az szokták mondani, az idő megszépít dolgokat. Hordyulából megmaradt azért az is, hogy, hogy, hogy a, a Német Egyesítésben valahány, van egy. Valahány év fölött ingyen lehet utazni. Igen, ezt, igen, igen, ezt igen, ő igaz. hozta. Ez egy nagy húzás volt. Tarlós István. Hát nagyon örülök, hogy személyesen ismerettem, sőt baráti kapcsolatban álltunk, talán még most is állunk. Egy rendkívül, egy, egy remek mérnökember, aki rendet tartott. Tarlós Istvánt soha a legcsekér mértékben sem érdekelte a pénz, őt a Rendszer működtetése. Nem lehetett korumpálni. Őt a rendszer működtetése örököl érdekelte, minek következtében óriási pénzeket hagyott erre a szélhámosra. Ideológia és gondolkodó kategória, ezzel zárjuk. Géfodor Gábor. E ezt őt kevéssé ismerem, olvastam egy-két tanulmányát, szerintem nagyon okos fickó, és, és nagyon jó szemű van. Fiatal korosztályból békés Márton klasrác, örülök, hogy ismerem, óriási perspektíva van benne, hogy szokták mondani, nagyon okos, nagyon elmés, nagyszerű. Tehát nagyon örülök, hogy ez az új generáció, akinek az egyik kiváló képviselője Békés Márton, ennyire klasszul működik. Schmidt Mária. Hát ő egy nagy személyiség. Ő egy nagy, minden, a szó minden értelmében egy nagy személyiség. Van egy blogja, azt rendszeresen olvasom. A fantasztikusan okos nő. Tamás Gáspár Miklós. Igen, egy ilyen sármos, eh, hogy hívják ezt? Táncos komikus. Igen, ez a operetben táncos komikusnak mondják. És Tölgyesi Péter. Öt sajnálom, rossz, helyre, rossz került rossz helyre, mert egy alapvetően egy értékes ember, és jól is gondolkodott, de eh, abban rossz társaságba keveredett. Köszönöm szépen a, a, játékban való részvételedet, és jöjjön két olyan téma, amit azért találtam ki a műsor indulásakor, hogy ne lehessen minket belterjességgel vádolni. András, kérlek nevez meg egy olyan kormányzati intézkedést, vagy egy kormánykritikát, intézkedést úgy értem, ami neked nem annyira tetszik, vagy nem jött be, vagy hiányolsz valamit. Tehát mindenképp nevez meg egy kritikát, amit Bencsik András hmm. bemond itt az éterbe, hogy ezen még srácok kéne nagyon javítani, vagy fölfelé kéne húzni, vagy el kell engedni, és megkapott kombóban a másik kérdést is. Egy olyan nem ami táborunkhoz köthető közéleti személyiséget, politikust, írót, közírót, művészt nevez meg, akivel az égvilágon nem értesz szinte semmiben egyet, de valamiért elolvasod, meghallgatod és figyeled a munkásságát, mert tiszteled valamiért. Hmm. Ami nem tetszik én... E, szóval nem, e, hogy mondjam, tisztelem Orbán Viktort, és, de ezt nem értem, és az első percük kezdve nem értem, hogy valamiért létrehozott egy olyan szuperminisztériumot, tehát az emberi erőforrások minisztérium, amin belül van, egy, e, amin belül van az oktatás, a kultúra és a sport, és itt a, sport most a honvédséghez kerül. Biztos, hogy ő tudja, hogy miért csinálja, de mi azt mondta, hogy mondja a kritikát, én azt mondom, hogy Ebben a tekintetben én egy kicsit konzervatívabb gondolkodású vagyok. Én jobban örülnék, ha volna egy kulturális minisztérium, egy oktatási minisztérium, meg valami sportügyi, minimum egy államtitkárság, mert látom, hogy az oktatás az egy stratégiai kérdés, tehát ott iszonyú küzdelmek, és nem az az érdekes, hogy a tanárok meddig tüntetnek, hanem az, hogy milyen, milyen tudásra jönnek a következő generációk az iskolába. Ez élet kérdés, tehát én ezt, ezt fontosabbnak érezném. Ennyi. Ez a kritikám. És akkor egy személyiség a másik oldalról, és talán most szűkíteném nálad, hogyha a sajtó-média területén belül maradnál. Aki nem mondani, értesz vele egyet, de tudok egyébként. Tudok mondani, úgy hívják, hogy Puzsér Robert. Nagyon szeretem a stílusát, halálra <laughs> csípked mindenkit. Én még megúsztam, engem még nem vágott szájba, de hát mindenkit aprít. De a bubu már, nála, már bubu vagy nála is. É, oké, jó. Tehát Ennek akkor... ellenére őt nagyon-nagyon kedvelem és becsülöm. Tehát a tudásáért. Köszönöm szépen, azt hiszem maradéktalan a választ kaptam mindenre. András, hogy eljöttél, itt voltál velünk, remélem nézőinknek is tetszett és hallgatóinknak. Ez volt a mai Bezzeg Lentulai Krisztiánnal. Egy hét múlva ismét jelentkezünk. Viszontlátásra, viszonthallásra, sziasztok!